Hát jó reggelt kívánok mindenkinek! Még most ébredeztem fel, de itt most fogok nektek csinálni egy kora reggeli sminket, és ez az Ildikó csatornája, előre megmondom. És a saját fürdőszobámban fogok csinálni egy sminket, aki gondolom, hogy le foglak nyugodni benneteket vele. Na, akkor a következő, csak egy reggeli smink. Le fogom venni itt a szemüvegemet, bár szemüveggel jobb volna sminkelni, de nem tudok, mert akkor nem bírom a szememet kifesteni, sajnos. Hát olyan lesz, amilyen, na megnézzük, mit alkotok. Na, hogyha így rám néztek, még nincs rajtam nagyon semmi se. Nagyon jó. Elnézést, még nem nagyon fésüködtem meg, de nem baj. Na, akkor lesz nekem egy ez a... mi az? Ja, hidratáló krém. Ez fel van téve. Akkor lesz egy alapozó, amire nagy szükség van, hogy eltakarja ezt a sok szarkalábat. Bár én nekem még nem nagyon van, de eltakarja, és én ezt fel is fogom vinni a kezemmel. Szemalját is. Hát honnan is eltűnnek ezek a gödröcskék. Na, ezzel meg vagyok. Hát korrektort nem rakok. Mert attól a karikás szemek, hát nézzetek már, nem vagyok karikás szemem. Úgyhogy én nem rakok korrektort. Van, de nem rakok. Nem kell, mert az inkább sokkal vastagabb lesz tőle a bőröm, meg nem kell. Na, akkor a következő lesz egy pirosító, amire szükségem van, hogy szép piros arcom legyen. És akár nézzétek meg, milyen szép lesz. Kis ecsettel azért még. Aj, de szép lettem már idáig, mert nem is kéne rám semmi. De teljesen mindegy. Na, akkor lesz egy szemöldök igazításom, amire megint nagy szükségem van, mert úgy szép egy nő, hogyha jól néz ki. Ki van szépen sminkelve. Na hát azt én meg nagyon szépen itt leszek most sminkelve. És van egy tusom, amivel megigazítom itt a szemöldökömet, hogy jól nézzek ki. Már teljesen mindegy, hogy most hogy nézek ki. De... hogy mennyivel bámulatosabb, jobban nézek ki, nem is gondoltam volna. Na igen, és akkor lesz egy szemceruza. Kicsit kihúzom a szemem alját, hogy szép legyek. Bár szoktam kéket is venni, mert a szőke haj az nagyon jól áll a kék. Bár nem tudom, mennyire fogom látni. Sajnos nem tudom felvenni a szemüvegemet, mert akkor nem bírom kifesteni magam. Na, én szerintem meg is vagyok vele. Nem tudom, látjátok-e. De jó van ez. És akkor jön a legszebb része, a szemhéjfestés.
Szemhéj festésre gyönyörű ilyen türkisz kékes zöldes színt használok, ami szerintem szőkenőnek nagyon jól mutat. Ilyen kis vékony csíkot húzok mind a két oldalra. Teljesen mindegy egyébként. Ha vastagot húznak is jól néznek ki. Na igen, és akkor van nekem egy ilyen ecsetecske, amivel egy kicsikét elsimítom, hogy még szebb legyek. Majd mindjárt rakok még egy ilyen rózsaszínes, bordós szemhéjfestéket rá, mert szeretem, egy kicsit olyan vadítóan nézek ki. Talán egy fiatalabb leszek. Hát, tényleg ez csak egy ilyen alapsmink, amit én naponta szoktam csinálni, és kérdezték is tőlem, hogy tán sminkeshez járok. Nem mondom, én otthon gyártom a sminkemet, mert imádok sminkelni. Bár ritkán csinálom, de szeretek. Jaj, hát ha megnézitek közelebbről, már mennyivel másabb változás van rajtam. És akkor jön a kedvencem, az a gyönyörű rózs, ami egy gyönyörű rózs. De teljesen mindegy, hogy milyen színű. Lehet piros, fekete, barna, rózsaszín, türkisz, lila, kék, zöld. A rózs nélkül a nő igen, szoktam én szájkontúrt is venni, de megmondom nektek őszintén, a szájkontúr az nem az erősségem. Mert én meg vagyok vele elégedve a számmal. Valakinek nagyobb, teltebb kell. Nem szoktam nagyítani a számot. Pedig ki lehetne húzni. Kicsit nagyítani, de... De... Nagyon nem változott rajtam semmi. Mindegy. Jó van ez így. Úgyhogy én szerintem... Elkészült ez az alapsminkem. Bár még igaz, még a szemspirál, az még kimaradt. Tényleg. Még a szemspirál. Amitől egyszerűen dús, hihetetlen hosszú szempilláim lesznek. És én felszoktam rázni a szempilla spirált, én meg szoktam így dörzsölni, mert akkor így jobban fog nekem kijönni ebből a valamiből. És figyeljétek meg, milyen szép leszek. Ó, tényleg, ahogy látom, tényleg hihetetlen hosszú. Még valaki azt hiszi, hogy műszempilla. Micsoda dúsosság. Hú, hihetetlen hosszú halljátok. Ajánlom mindenkinek. Olyan hosszú, hogy felér a szemöldökömig. Ha meglátjátok közelebbről, meg is láthatjátok, nézzétek meg. Hihetetlen hosszú, tényleg. És micsoda sűrű, dús, nem mindegy. Most teljesen mindegy, hogy melyik szempilla festékkel festettem, mert már most tényleg annyi van itt előttem, hogy lényegtelen. A lényege az, hogy
hihetetlen dús és szép hosszú. Amit itt látjátok, tényleg olyan hosszú, nézzétek meg. Látjátok? És most festettem ki, és nem mész szempilla. Na akkor, én ezzel szerintem végeztem is, ezzel a kis sminkeléssel, és most felveszem a szemüvegemet, és megnézem közelebbről én is. Na, hagylám. Hát, Ildikó lenyűgöző. Ha, szuper. Na, szerintetek milyen lett? Hát, kíváncsi vagyok, hogy kinek tetszett, és kinek nem ez a gyors mink. Akinek tetszett, az nyomjon egy lájkot. Akinek nem tetszett, az is nyomhat egy lájkot. És legközelebbi videómban is várlak benneteket, addig is sziasztok! Sziasztok!